A város sötét titkaival, a Hímerház hajdani lakóival ismerkedhettek meg a borzongás kedvelői a hétvégén. Az eredetileg ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, a Halloween egyre inkább elterjedt hazánkban is, mindez pedig a kísértett séta népszerűsége is mutatta, amelyen egyik látogató arról számolt be gyermekeikkel együtt, minden évben megünneplik október 31-ét. Szoktuk otthon tartani, a gyerekekkel szoktunk ilyen kis játékokat csinálni, beöltözni, nem tudom ilyenek, de hát ilyen jó pofa elfoglaltság, ennyi. Az idegenvezetést ezúttal nem evilági lények tartották. Az ijesztő alakok az egykori urak rémisztő praktikáiról, tetteiről rántották le a leplet. Az érdeklődők egyebek mellett megismerkedhettek a 17. századi boszorkányperekkel és a múmiapor történetével is. A Hímerház az teljes egészében föl van halloweeni dekorációkkal szerelve, ezen kívül egyéb szereplők is színesítik a programot. A kinti séten pedig olyan izgalmakat hallhatnak a látogatók, mint például hogyan került múmiapor a Fekete-Saspatika Múzeumba, illetve mik voltak a boszorkánypereknek az érdekességei. A dermesztő hangulatról a szereplők is gondoskodtak, akik borzongást és rettegést ígértek a résztvevőknek. Ez a Karaffa gróf, ez egy ilyen véres, gyilkos gróf volt, akinek hát a fő hobbija a kínzás volt elsősorban, úgyhogy nagyjából ez foglalkoztatja majd most is ezt a szereplőt. De nem csak Karaffa gróf, hanem szellemek és boszorkányok is kísérték útjukon a Hímerházba látogatókat.